Viszont egy nagyon szép kiállítást nem akartunk emiatt kihagyni, hogy sajnos a nagyobb lehetőségeink akarunk meg. Ezt a kiállítást körülbelül 3 éve tervezzük, még Párizsból indult, és végre Kovácsi Zsák is eljutott ide a mi múzeumunkba. Én most az ő művészetét külön nem ecsetelném, hiszen van itt szakértő, mert hiszen Csák Máté nem csak kiváló építész, hanem festőművész is. Hagy áruljam el, hogy ő maga is gyarapítja azt a csodálatos gyűjteményt, ami most már aztán mindenki számára ismert, Törvezi Csák gyűjtemény, kortárs magyar gyűjtemény. És ha valaki úgy gondolja, elhoztak kedvünkért Csák Máté és Körmendi Anna abból a könyvből, ami most jelent meg, nagyszerű Gerdi kiállításnak a katalógusa egyben, tehát hozzáférhető, a ruhatárban megtekinthető, és hát árusítani tudjuk csak sajnos, mert ma már azt hiszem minden piacon múlik, de a könyv gyönyörű, ugyanúgy, mint ahogy az ő gyűjteményük is, és visszatérve mostani kiállításunkra, hagyd kérjem meg, hogy a szépen a szép között élő, a szépet csináló Csák Máté, mondjon valamit nekünk Kovács Zsáknak a művészetéről. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim! Várja megszégyenített, szóval a kultúra ezen tempomának örök robotosa, aki ottan több mint 40 kiállítást fogott össze, most az előbbi felvezető szavaival kicsit megszégyenített. De egy ponton szeretnék mégis kapaszkodót találni szavaival, nevezetesen Izsák Kovács festőművész és építész is, mint én vagyok, és tulajdonképpen furcsa pintora a sorsnak, hogy itt a szomszéd épületben
itt egy másik meglehetősen kiváló építész és festőmész kiállítása látható a Fassák Múzeumban, Molnár Farkas kiállítása. És teljesen véletlen, hogy a múlt héten Genfben a Van de Velde képet láttam a kiállításon, a színkészestő volt, és ugye mindjárt tudjuk fordítani festészetét. Úgyhogy egy olyan ponton állunk, ahol van valami közös abban, amit mi itt évtizedeken keresztül gyötörtünk, és ezeken a képeken látszik is az építész gondolkodásnak hatása. De nem ezzel akartam kezdeni, hanem azzal, hogy Izsák Kovács művészete az öröm művészete. Valószínűleg nem állt módjukban tanulmányozni még a vendégkönyvet, amelyben még nem nagyon sok a beírás, de statisztikai tény, hogy 5 bejegyzés közül 4 kezdődik azzal, hogy öröm, örülök, örömmel, a gratulálok az 5. szó, amivel ott a bejegyzés kezdődik. Az öröm az első, amit az emberek ezeket a műveknek a láttán éreznek. Messze kellene visszanyúlni, messzebbre, mint amire időnk és lehetőségünk egy ilyen este keretében van, és én azt hittem, amikor ezt a kis beszédet írtam otthon, hogy mindenképpen az ilyen szavaival a felföldobott ővel fogok kezdeni. De aztán rájöttem, hogy ebben a teremben ezt több mint egy tucatszor mondták el, már ilyen alkalmakkal, mert hiszen itt olyan művészeket állítanak ki, akik hazajönnek, vagy visszatérnek, vagy csak bemutatkozni térnek vissza. Úgyhogy ezt a földobott kőt, ezt egy kommentálisnak tartottam volna ebből az alkalomból. De motoszkál bennem, és remélem, hogy a tisztelt hallgatókban megindulnak ezek a sorok. Mindig visszahozunk a földobott kőről. Itt állunk egy olyan emberrel mellettem, aki 56-ban elhagyta az országot, és aki velem gyakorlatilag egyidős, és akivel paralel futott az életutunk, és ma már rég nem beszélünk arról, hogy ki volt az, aki elment, és ki volt az, aki itt maradt, és kinek hogy volt igaza. Mindjárt értjük az életünket, de minden esetre a ma kiadott könyvek közül néhány utal arra az időre, és én nem mennék bele politizálásból, nem is kenyeremben is értek hozzá, de a múlt héten került egy könyv a kezembe, amelyiknek a statisztikai adatai között szerepelt, hogy az 50-es években volt olyan év, meg nem mondanám talán 52 vagy 53, amikor az országban összesen 900 valahány, tehát 1000-nél kevesebb magánútlevelet adtak ki, tehát egy 10 milliós országból 1000-nél kevesebb embernek állt módjában elhagyni az országot, kinézni, körülnézni, kitekinteni, és a hivatalosan külföldön jártak is kevesebb voltak. Úgyhogy így utólag meg tudom érteni, hogy egy fiatal ember, akinek ez volt a szakmája, hogy festészetet tanul, az elindult világot látni, és nem akárhogy indult el, olyan lelkesedéssel, olyan nekifutással, olyan erővel, hogy már a következő évben, tehát 57-ben részt vett egy közös kiállításon Franciaországban, és attól kezdve egyfolytában, mint máig, talán egy rövid 10 éves periódus festészeti lanyosságát kihagyva, amikor is az építészetnek szentelte az idejét inkább, egyfolytában jelen volt, számtalan szalonon, rengeteg önálló kiállításon, és még több csoportos kiállításon. Mikor itt állunk ebben a tényleg csodálatos térben, akkor mindig eszembe jut, hogy abban az időben, amikor ő kezdte ott a pályafutását, mi itt kezdtük el 62-ben, és ennek az épületcsoportnak az első épülete volt kicsi rózsaszín színben elsőként úgy helyreállítva a budapesti műemlékek közül, hogy a topográfia címlapjaként szerepelt a Zicsi kastély, és ha ma megnézzük, hogy ma 3 kiállítási vagy 4 intézmény is van az épületben, és a környezetben még sokkal több, akkor úgy kell éreznünk, hogy nem értünk hiába ezen a ponton, amelyik pont egyébként történelmileg egy rendkívül érdekes pontja a világnak, hiszen a szomszédban a Hadrianus palotája, nem messze tőlünk a középkori királynői várnak a romjai. Ebben az időben, amikor ő nem volt itthon, akkor ide jártunk az egyetemről, többek között azért, mert a költő Mécs László prédikált a
katolikus templomba. Hazafelé jövet benéztünk a szabadosséghoz, aki most a főiskola rektora és édesapja volt itt a református papa. Tehát ez egy olyan hely, amelyiknek minden tövében benne van az emberi kultúra, az a 2-3 ezer év, amit itt végéltünk. És most van egy ilyen különleges ünnepi alkalmunk, hogy valaki hazajön, és lehetőséget ad rá, hogy megtekintsük művészetét, amely lényegében 30 évet fog át, de meg kell mondjam, hogy nagyon sajátosan van idő szempontjából összerakva, mert van két kép, ott két gyönyörű 28-28-as kis kép, amely közel 30 éves, és aztán a többség nagy kiadással a közelmúltban keletkezett. Ezek mind vasok és egészen különleges felfogásúak, meseszerűek, szövöttek, némelyikben kilép a képek szokványos témát alapjából, ott hátul a galamb és a kis amőba, ezek mutatják, hogy a lehetőségeink ma már mások, mint a feszített vászunk esetében. Tehát a feszített vászunk ugye a vászunk szövésének a textúrájából adódóan a téglány tette lehetővé. Nagyon érdekes, hogy ezek a képek lényegében 7 csoportra oszthatók, egyik részük az építész foglalkozásából adódóan erősebben struktúrált jellegű képint adott a sarokba és az annak megfelelően. A másik részük pedig ez a sokkal oldottabb és messzeszerű. És ami nagyon figyelemre méltó, hogy a képek jelentős részében visszajönnek azok a magyar népi, tagadhatatlanul nemzeti motivumaink, a tulipán, a madárnyat, az előfordulása, amelyik azt mutatja, hogy ő soha életében nem szokott el hazájától akkor sem, amikor máshol él. Kicsit meghatódottsággal említem, hogy amikor az ember egy művész kezenyomát nézi, akkor valahogy belelát a lelkébe. Egy rendkívül pedális és hihetetlenül gondos művészről van szó. Van neki a magyar közéletben művészeti közön megfelelője, minden kiállítás rendező réme, nem mondom a nevét, mert nem akarok fel. Aki olyan lelkismertet, mikor kész a kiállítás, akkor fogja oda meg, és akkor leakadja a képet, hazaviszi, és akkor még tesz rá egy kicsit, és akkor visszahozza. És akik ezt csinálják, azok megőrülnek tőle, amikor lesz ebből kiállítás. Na most, ami barátunk, ugye Izsák Kovács elkövette ezt itt, és nyoma maradt a képen, a 44-esen, ami például rózsaszín és fagy a címe, mert van olyan fagy, amely rózsaszínba vinkozik elő a koratérben, hogy azon a képen csodálkozással látjuk, hogy van egy aláírás, amikor a képet befejezte, megnyugodott, aztán valami eszébe jutott valamikor, akkor, vagy másnap, vagy egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, tovább festette, még rákerült egy mélység, és akkor megint aláírta. És akkor az aláírás fölött ott van a vonal, és a vonal fölött megint egy aláírás, ami egy nagyon-nagyon különös és gondos, lelkiismeretes hozzáállásról tesz tanbizonyságot, ami meg kell mondjam, hogyha valaki ekkora tekintélye festés állít ki és mutat be, nem nagy csoda, de mégis egy ilyen kis nyom, egy lapon, az sok mindenről áll. Azt hiszem, hogy nagyon sok örömük lesz a képekben, azt hiszem, hogy a címek hozzátartoznak a képeket. Azt gondolom, hogy ezek a címek nem előre elhatározott címek, hogy én most madarat fogok festeni, mint ahogy este nem tudjuk elhatározni, hogy miről fogunk aznap éjszaka, álmok. Az álom az úgy jön elő, hogy nem tudjuk magunkat rákényszeríteni, bárhogy gondoljuk, hogy majd nekem az fog eszembe jutni, ezt nem sikerül megoldanunk, és ezek a képek is tulajdonképpen úgy keletkeznek, hogy lassan, szépen kibontakozik egy mese, egy mélység, egy történet, utólag rákerülnek a tulipánok, némelyikben rákerül a piros pont, mindegyiknek mélysége van. Értékesítve most egy rendkívül szomorú és ugyanakkor korlasztóan örvendetes tényel kell itt a közönséget utolsó szóként tájékoztatnom, hogy itt ezen a Leporellón látható mindkét kép hiányzik a kiállításról, és útközben még francia területen vevőre találtak, mert remélem, hogy a siker is nem marad el, de a Magyarország nem is arról híres, hogy a képeket remekül vásárolják, arról azért híres, hogy megértik, élvezik és gyönyörködnek el. Ehhez kívánok most jó alkalmat, és
Ne menjenek még el, kérem, beszélgessünk, egy pohár italra művét meghívja önöket, és oldogjon itt a képek között a hangulat. Thank you.